Sziasztok, Bisz vagyok, és bele is csaphatunk a Titanfall fegyver bemutató sorozatába. Méghozzá a mai vendégünk az R101 cég Körmány lesz, és hát sokáig gondolkoztam, hogy ez legyen az első videó, vagy legyen valami felvezetés, valami gameplay, és hát arra jutottam, hogy ne. Tehát már januárban is csináltam videót, hogy iszonyatosan várom ezt a játékot. Véleményeztem is béta folyamán, volt valami fegyver, ízelítő is, úgyhogy gyakorlatilag már mindent elmeséltem a játékkal kapcsolatosan, sőt, 13-án egy bő 4 órás livestreamet is csapattunk, két csatornán is, úgyhogy ha valaki esetleg nem volt ott, visszanézheti, vagy ha esetleg nézte is volna élőbe az adást, az valószínűleg azért maradt le róla, mert nem követ Facebookon, nem szoktam ezeket tukmálni, hogy iratkozz fel, lájkolj, de igenis a Facebookon szoktam ilyen információkat közölni, és lesz gyakrabban livestream, de nem feltétlenül ezen a csatornán, hanem akár a GameStar-on is. Úgyhogy ha nem szeretnétek erről lemaradni, akkor ajánlom, hogy lájkoljatok. Tehát ennyit így a sallangról, bele is vághatunk konkrétan a témába. Mielőtt belevágnánk a száraz tényekbe, fontos lenne egy-két dolgot átbeszélni még itt a játék elején. Ugye MV3-ban, illetve Black Ops 2-ben csináltam fegyverbemutató sorozatot, ahol megszokhattuk, hogy a fegyvereknek vannak sebzései, mi meglepő módon, és ezt úgy szoktuk kiszámolni, hogy fogunk a játékban egy alapegységet, ami a játékos. Ő rendelkezik 100% életenergiával, és megnéztük, hogy egy távolságon hány golyóból hal meg a játékos. Tegyük fel, hogy ilyen esetben 5 golyó. Ez azt jelenti, hogy a 100%-ot osztottuk 5-tel, megkaptuk, hogy azon a range-en a fegyver 20%-ot sebez, hisz 5x20 a 100, de mivel egy viszonyrendszerben vannak, ezért elhagytuk a százalék jelzőt, és megkaptuk, hogy XY méteren 20-at sebez a fegyver. Az összes kódban, BF-ben az alapegység tehát a 100%, ami azt jelenti, hogy ennyi életenergiával rendelkezik egy játékos, és innen tudtuk kiszámolni, mondjuk, hogy egy Centrigánnak 500 HP-ja van, vagy egy helikopternek, mit tudom én, 2000. Na, remélem ezért érthető volt, bár nem akartam ennyire belebonyolódni, de mindezt azért említettem meg, mert Titanfall-ban vannak botok is. Grantok, Spectrék, plusz ugyebár a pilóták, a játékosok. Viszont a játék fejlesztői alapegységnek most nem a játékosokat tekintették, hanem a grántokat, amely fele annyi HP-val rendelkezik. Ugye ez értelemszerűen azt jelenteni, hogy 50 HP-sak, de mivel az előbb említettem, hogy ez az alapegység, tehát ők a 100%, és könnyű matematikailag kiszámolni, hogy ezért 200% életenergiával rendelkezik egy játékos, egy pilóta. Mindegy, summa summarum, aki nem értette volna mindazt, amit itt kuruttyolok, a lényeg az, hogy pilóta 200 HP-val rendelkezik, pont. Tehát egy fegyver sebzéséről, ha beszélek, hiába sebez mondjuk 120-at, nem egy lövésből hal meg az ellenfél, hanem kettőből. Természetesen majd minden fegyverbemutatóban próbálom megemlíteni, hogy a pilóta 200 HP-val rendelkezik, de aki követte a fegyverbemutatóimat, remélem ebbe azért nem fog belezavarodni. És ha már megemlítettem a botokat, akkor befejezem a mondókámat, tehát a grandok rendelkeznek 100 HP-val, a spectrék 200-al, és a pilóták is 200 életenergiával rendelkeznek. Most, hogy mindezt letisztáztuk, tekintsünk vissza az R101C Körmbányra, amely a legelső fegyver lesz, mely a kezed ügyébe kerül, mikor belecsöppensz a multiplayer terepre, ugyanis ez az egyetlen automata asszult, hát vagyis pontosabban karabé, viszont ennek tekintetében minden igény kielégít, nem a legerősebb és közelharcban sem előnyös, viszont megbízható és iszonyatosan pontos. Mikor bétában találkoztam vele, akkor nem igazán fogott meg, mert számomra például gyenguska, viszont mivel a végső játék sem rendelkezik nagy fegyverarzenállal, ezért nem nagy a választék, így gyakorta a kedvenc fegyverem lett. Pont ezáltal, hogy távolra iszonyatosan halálos, de még közelharcban sem val szégyent, ha a gazdája jól kezeli. Remélhetőleg azért majd a DLC-k több fegyverrel toldják meg a fegyveralzanát, ugyanis ez lesz az első játék, amire meg is fogom venni a DLC-ket, ugyanis iszonyatosan élvezem a játékot, mintha tényleg rám lenne szabva. Na de vissza az ömlegésből, nézzük a fegyver sebzését. A fegyver damage-e 50-től 40-ig terjed, és mint megbeszéltük, 200 HP-val rendelkezik a pilóta, tehát testre 4-5 találat szükséges, viszont rendelkezik fejes szorzóval, így 3-4 találat is elég, hogy leterüljön az ellenfél, nyilván nem könnyű ebbe a játékba fejre célozni.
A titán damage-e 25-ös, amely hát elég elenyésző, ugyanis a legkisebb titánnak is 5000 fölötti AP-val rendelkezik, úgyhogy nem érdemes ezzel a fegyverrel próbálkozni. Viszont ha rodeózunk, amely mutatja ez a kis piktogram, akkor egy-egy golyó 100-at sebez, és ilyen esetekben ugye a pajzsa alá lövünk, tehát nagyon gyorsan tudjuk lereszelni a titánnak a HP-ját. A második piktogram azt mutatja, hogy ha a kritikus helyen találjuk el a titánunkat, legalábbis az ellenfél titánját, akkor ez esetben egy-egy lőszer 50-et sebez, és igenis érdemes néha kiszúrni azt a piros részletet a titánon, és megcélozni, ugyanis elég gyorsan lehet levenni a HP-ját, ha már csak kevés van neki, és jól tud jönni azért ez a tény is, hogy ott is tudunk azért sebzést bevinni. A range nagyon magas, iszonyatosan kiemelkedő a játékban, 32 métertől 44 méterig terjed, ez azt jelenti, hogy 44 méteren túl sebzünk minimálisat, tehát 40-et a fegyverrel, és az RPM-e is iszonyatosan kielégítő, ugyanis egyes submachine gunnak sem sokkal több, 810-es RPM-mel rendelkezik a Kernbine. Az újratöltési ideje lassúkás a fegyvernek, legalábbis lassabb az átlagnál, ez egy gyenge pontja, 2,2 másodperc, sőt, ha kifogyunk 3 másodperc is lehet. A tárkapacitása sem magas 30-as, viszont Extended Clip-el 40-esre növelhetjük, és ajánlom ezt az opciót, ugyanis magabiztosabbak vagyunk a terepen ezáltal, úgyhogy ez egy gyenge pont. Illetve, ha elrakjuk a fegyvert és újra elővesszük, helyzet függetlenül fel fogja húzni, tehát nem egy előkapom és rásolok és lövök, hanem sokkal inkább egy precíziósabb játékmódot igényel, mint ahogy mutatja a következő táblázat is, ezért ajánlanék hozzá valami fajta célzásra segítő eszközt, illetve vagy Extended Clip-et, vagy Silencer-t. Extended Clip-el sokkal jobb rásolni, viszont az esetben is pontosan kell vele játszani, jól kell kezelni a fegyvert. Silencerrel nem mondanám, hogy lehet vele rásolni, inkább egy háta mögé bebújok stílust igényel, egy asszaszinos stílust, viszont távolról is jól lehet Silencerrel haraszolni, viszont ez esetben egyel több golyó kell az ellenfélbe, tehát a Silencerrel csak-csak okosan. Extended Clip szerintem mindenképp nagyon jó rásolásra is, viszont egy precíziós fegyverről beszélünk, egy eszközről, amely azt jelenti, hogyha levegőben vagyunk, sokkal jobban szór. És ebbe a játékban fontos ezt megjegyezni, tehát ha mozgásban vagyunk, szór a fegyver, főleg ha levegőben vagyunk. Ha földön mozgunk egy helybe, azért pontosnak tekinthető, viszont az a legjobb, ha megállunk, akkor a legpontosabb. Viszont a googolás nem segít. Ugye a kódba, illetve Battlefieldbe visszatekintünk, ha googolunk, vagy fekszünk esetleg, akkor pontosabb a fegyver, itt nem. Ennél a fegyvernél legalábbis nem. Úgyhogy a maximális pontosság az, amikor megállunk egy helybe, de legalábbis nem levegőbe vagyunk, és a Hipfire-re sem a legjobb, tehát igazából pocsék. Hipfire-ben nagyon rossz ez a fegyver, a legjobb, ha megállunk és precízen lövünk, célzunk, rásolásnál is ez a legmegfelelőbb. Higgyétek el, nagyon jó fegyver, de jól kell kezelni, távolra pedig a legjobb. Úgyhogy ennyi lett volna a fegyverbemutató, remélem élveztétek, úgyhogy küldjetek megjegyzéseket, az lenne a legjobb. Sziasztok! I'm